A közgyűlés levezető elnöke Víg Imréné vezetőségi tag volt. A napirendi pontokat, beszámoló a 2023. évi tevékenységről, a 2023. évi mérleg eredmény kimutatás ismertetése és az eredmény megállapítása, a 2024. évi költségvetés előterjesztése és a programok ismertetése, tagdíj megállapítása, egyéb tájékoztatások, az egyesület elnöke Ferenci Elekné ismertette. Céljuk az idős nyugdíjasok segítése, gondozása, a rászorulók felkarolása, kulturális események rendezése, amely elősegíti a közösségi gondolkodás kiterjesztését, a közhangulat javítását. Ennek megfelelően a tavalyi évben is több összejövetelt és kirándulást szerveztek a tagság részére, illetve városi rendezvényeken és megemlékezéseken is részt vettek. Együttműködnek más civil szervezetekkel, és vallják az összetartozás, az egymás iránti figyelem és az együttérzés fontosságát. 2024-ben 19 új taggal bűvült az egyesület, és a korábbi évekhez hasonlóan idénre is számos tartalmas programmal készülnek. Pánti Ildikó önkormányzati képviselő évek óta elkötelezett támogatója a Karcagi Nyugdíjas Barátok Egyesületének. A bizottság, amelyben tevékenykedtem az elmúlt időszakban, hosszú éveken át, gyakorlatilag ennek a bizottságnak is teret adott, és jó néhány alkalommal elnök asszony a bizottság munkájáról mindig eredménnyel és mindig nagyszerű tervekkel számolt be. Ugye ez hallható volt, hogy szinte minden hónapban van program. Szinte minden hónapban, és ez így a jó. Mindenki lehetőségéből adódóan mikor tud részt venni, hogy tud részt venni, ez egy természetes dolog. Az egészség a legfontosabb, és legyen úgy, hogy mindenki ezeken a programokon, és ráadásul itt köszöntve a társ intézmény és a társ klub elnökét is, Rab János urat is, olyan kirándulások vannak, hogy csoda. A többnaposakra gondolok, amelyek eddig szerencsésen megtartásra kerültek, és szinte az ország valamennyi területét, mert mindig úgy válasszák, hogy érdemes oda menni, mert ugye ez is fontos, és itt helyben is az adódó lehetőségekkel. És visszatérve a Rózsika beszámolójára, nem csak most, hanem mindenkor, amikor bizottság elé került, arról nem is szólva, mi a legnagyobb ismerete ennek? Az, hogyha végignézünk a soraikon, a taglétszámot illetően már mutatja. Mert a létszám az mindig meghatároz. Meghatározza az érdeklődést, meghatározza azt, hogy együvé tartoznak, jól érzik magukat egymás közelségében, mert ha végignézek, itt tényleg olyan klub, egyesületi tagok vannak, akik régen-régen itt vannak, jól mondom? Ugye bólogatást látok, tehát bizonyára, és reméljük, hogy a jövőt illetően is így lesz. És mit is kívánhatnék? Azt kívánom jó egészségbe, derűvel, egy kicsit felejtve a mindennapi gondokat, mert az mindig adódik. Ha nincs, akkor jönnek, nem várjuk, de jönnek. Jó egészségbe, egymáshoz való odafigyeléssel, és aminek külön örülök azt, hogy az idősek iránti odafigyelés, a másik dolog pedig azok iránti odafigyelés, akik esetleg nem tudnak itt lenni, de odahaza várják a látogatást, az odafigyelést, a segítséget, és ez azt hiszem, hogy így van jól. Szepesi Tibor polgármester is köszöntötte a közgyűlés tagjait. Az, hogy egy ilyen nagyszámú közösség együtt tud lenni, együtt tud örülni, nem csak néha-néha és nem csak a fehér asztal mellett, hanem különböző programokon együtt tud lenni, segíteni egymást a bajban, összetartani, odafigyelni egymásra. Ebben rejlik, én azt gondolom, hogy a város ereje, és ebben rejlik az az erő, amely tovább tud vinni bennünket a hétköznapok során. És erre az együttműködésre, összetartásra lesz szükségünk a következő időszakban is. A közösen elfogyasztott ebéd után a délutáni jó hangulatról Harsányi János gondoskodott.